Keller Antal vagyok, nyugdíjas gépész műszaki tanár. Anyai ágon egy úgynevezett elmagyarosított német nemzetiségi családból származom, anyai ágról. Apám az viszont betelepült Kakasdról sváb ember volt nagyapámmal együtt. Mindketten jó zenészek voltak. Jöttek az első sváb bálok, amelyek ugye Bátaszéken értek engemet, és ott nagyon megragadott az ottani zene, amit az Glöckle János bácsi és zenekara nyújtott, valamint a Bátaszéki Néptánc Együttes. Klézi János bácsi megjelent a sváb bál szünetében, odajött hozzám, hogy kellene egy harmonikása a szekszárdi német nemzetiségi baráti körnek, hogy elvállalom-e a zenélést. És én örömmel igen mondtam. Megkezdődött a német nemzetiségi nyelvoktatás. A német hagyományok, zene, tánc vonatkozásában elkezdődtek. És akkor már is meghívást kaptam óvodákban, kis csoportoknak zenélni, általános iskolában. Jöttek a pünkösdi fesztiválok, jött a sok fellépés. Most is három kórusnak zenélek, a szekszárdiakon kívül a zombai kórusnak és a kakasdi kórusnak. Én megköszönöm még egyszer azt a elismerést, amit kaptam a Német Nemzetiségi Önkormányzattól.